Köszönöm szépen, sziasztok. Menstruálok. Egyébként nem, csak mindig ki akartam próbálni, hogy ezt így bemondom egy mikrofonban. Mert... Mármint, hogy de egyébként így általában így szoktam, csak hogy most... Mert hogy a lányok azok ezt most nem most tőlem tudod meg, ugye, hogy nem, meg volt, jó? Nem, mert akkora ilyen titkolózás, meg ilyen tabu van e körül egyébként, hogy mégis lehet, hogy valaki így lemaradt róla, én nem tudom. Azt nem értem egyébként, hogy miért, hogy valószínűleg így az ilyen hülye viccek miatt, amik így a pasik kitalálnak, hogy ne bízz meg olyanban, aki 5 napig vérzik, és nem hal meg. És... De pedig, ha így, most én tényleg nem azért mondom, de azt így tudjuk, hogy alapvetően így a bolygón, tehát így összességében így valamennyivel több nő él, mint férfi. Tehát most akkor innen nézve tulajdonképpen így menstruálni természetesebb dolog, mint nem. Tehát... Haver, ha te nem vérzel minden hónapban, veled van valami nagyon fura. Nekem senki nem magyarázza meg, hogy nem. Meg azt sem értem, hogy az ilyen kémfilmekben a csempészek mindig pasik. Most totál nem életszerűen. Most komolyan, lányok, az a gyakorlat, amit így szerzel az életed során, még a tampont így az ingújba bedugva a munkahelyi mosdóba. De nem, de tényleg. Pedig természetes dolog, így kéne lobogtatnod a betétet. Menstruálok, na és kit érdekel? Na jó, de mindegy, nem erről akarok beszélni. És még azt akartam megkérdezni, hogy ez nektek is megvan, hogy amikor menstruálsz és így tüszkölsz, ez olyan, mintha így szülnél egy medúzát. Na jó, mindegy, nem, tényleg befejeztem, nem akarok erről beszélni, csak... Én gondoltam, hogy egyszer vagyok a tévében, és így bármiről beszélhetek, akkor így... Ezt a témát választottam. Köszönöm minden menstruáló nő nevében, fantasztikus teljesítmény. Na jó, de nem, tényleg, hagyjuk. Bár egyébként az aktuál politika is ebbe az irányba visz, hogy a termékeny nő a jó nő. Én már gondoltam rá, hogy a Tinderre nem is fényképet töltök fel, hanem így a termékenységi leletemet. És majdnem azt mondtam, hogy a terhességi lelet. Bár végül is figyelj, hát a 10-ből már 3 millió megvan, tulajdonképpen hát ez ilyen extra, most már ezzel lehet pasizni. Na jó, amikor legutóbb itt voltam, akkor meséltem arról, hogy a béna csajozós dumák, és hogy odajött hozzám egy srác, és azt mondta, hogy lovagló csípőn van, hogy így ezzel nyitott, és azóta nagyon sokan írtak nekem a Facebookon, hogy szerintük nincs is. És hogy így nagyon-nagyon cukik, meg így innen is puszilom őket, meg köszönöm, de hogy értjük, hogy nem ez volt a probléma. Tehát, hogy az, hogy nekem így van-e, vagy nincs lovaglócsípőm, az így nem legitimálja, hogy így kezdjünk egy beszélgetést. Csak szerintem sokszor nem értik a pasik, hogy mi is a baj. Például Halloweenkor, ez most egy ilyen Halloween edition csajozós duma lesz. Halloweenkor az történt velem, csak hogy így illusztráljam, hogy mennyire nem értik. Hogy odajött egy srác, egy kocsmában voltam, söröztünk egy barátnőmmel. Odajött egy srác, és azt mondta nekem, hogy figyelj, nem jössz le a pincébe megnézni a zombikat? Mondom, de anyukám mindig azt mondta, hogy ha egy kocsmában egy varidegen megkérdez, hogy a sötét pincébe zombikat nézni, lemegyek-e vele, hát semmi esetre se hagyom ki ezt a lehetőséget. És hogy én ezt így elmondtam neki, és láttam, hogy nem érti. Tehát, hogy így néz, és hogy nem érti, hogy ő elmondta a csajozós dumát, én még mindig magamnál vagyok, a bugyim is rajtam van, mi történt, ő nem így tervezte. Ő gondolta, neki fut még egyszer, megismétli. De figyelj, csak ezen az estén a pincében vannak a zombik. Mondom neki, jó, de engem az érdekelne, hogy hol vannak a zombik az év többi részében. Hogy amikor nincsenek szolgálatban ott a pincében, ők nézik meg a jegyedet, mikor mész le a metróba. Nem tudom, mit csinálnak, nem derült ki, mert itt meghalt ez a beszélgetés. De jó, de egyébként nem akartam, most ez csak egy ilyen poén volt, de nem akartam a BKV ellenőröket bántani, mert egyébként ilyen így team controller, tehát hogy így, az egy nagyon nehéz szakma, tényleg így max respect. Úgyhogy én mindig nagyon udvarias, meg barátságos vagyok velük, de azért ismerjük azt a típust, aki így kapott egy kis hatalmat, és így megrészegült tőle. Ugye? Na, múltkor egy ilyet láttam a buszon, zenét hallgattam, és elbambultam, és csak akkor láttam, hogy ott van a kolléga, amikor már így, hát így nagyon türelmetlen volt. És így zavarba jöttem, és kivettem a zenét, és mondtam, hogy jaj, mutassak bérletet? És így rám förmett, hogy hát mit gondolsz, minek állok itt? Hát mondom, mit tudjam én? Nehéz volt az érettségi, vagy... Honnan tudjam, hogy milyen sor élet tragédia vetett őt erre a pályára, én ezt nem tudhatom.
Mindegy, nemrég költöztem új lakásba, itt nincs átkötés a BKV ellenőrökről, nagyon sajnálom, ezt nem dolgoztam ki. Nemrég költöztem új lakásba, és ebből kifolyólag így annyi időt töltöttem az IKEA-ban, hogy már van egy ilyen svéd alapszókincsem. Ami nagyon hasznos. Én, ahogy itt elhangzott, nyelvészetet tanulok, úgyhogy a nyelvtanulás az nagyon fontos. A nyelvészekről egyébként sokan azt hiszik, hogy ők ilyen romkocsmában merengő bölcsészek, és végülis egyébként tényleg, de nem, egyébként nem. Egészen hasznos dolgokat is csinálnak. Kevesen tudják például, de mondjuk az ilyen fordító programokon, hát azok a nagy részt nyelvészek is dolgoznak. Mondjuk nem is működnek, de dolgoznak rajta. Én viszont vagyok annyira geek, hogy szoktam ezzel játszani, ezzel szórakozni, hogy beírok dolgokat, például verseket a Google fordítóba, és ezeket lefordítom angolra, majd jókat derülök rajta. Hát ilyen hobbiaim vannak. És tulajdonképpen ezt egy ilyen záró tanulságként szeretném elmesélni, hogy tanuljunk inkább nyelveket, és ne a Google fordítóra hagyatkozzunk. Ugye ez így fejlődik és javul, és most már sajnos nem csinálja ezt, de higgyétek el nekem, hogy néhány évvel ezelőtt még megtörtént, hogy én beírtam a János Vitéz első néhány sorát, majd ezt lefordítattam angolra, és hát eleve nem volt semmi értelme az egésznek, de az a sor, hogy a juhásznak úgyis nagy melege vagyon, az angolul úgy hangzott, hogy anyway, I am gay. És ez azért egy egészen más értelmezési síkot ad a történetnek. Úgyhogy aki a Google fordítóval próbált elolvasni a János Vitézt, annak egy teljesen más sztori van meg a Burkus királyról. Úgyhogy ne hagyatkozzunk a Google fordítóra, tanuljunk nyelveket. Nagyon szépen köszönöm, jó szórakozást!